Sokan vagyunk úgy, ha önéletrajzot kell írni, életünk történései néhány mondatba belefoglalhatók. Rávicki Imre nyugalmazott tanító nem ezek közé tartozik. Élete mozgalmas, sokszínű, időnként tragédiákkal is terhes volt. 69 évvel ezelőtt az akkori Kolozsvári utcában lakó Rávicki Imre és Vágó Julianna otthonába egy várva várt újszülött érkezett, aki a keresztségben az Imre nevet kapta édesapja után. Hadd kezdjem azzal, hogy már az enyészete érett régen a két kis testvérem, amikor szüleim újra vállalkoztak. És az együttlétüket felülről megáldották. Így születtem én 1928. január 21-én a hajdonáncsi szülőotthonban. Édesapám jövevény családnak egy leszármazotta. Az 1400-as évek második felében jelentkezik Nánáson a református egyház anyakönyvében az első név, így, hogy Dravicki. Aztán későbben Dravickinak is írták, CZ-vel, azut írták TZ-vel, volt, amikor még Dravecki-nek is írták. Úgyhogy a hajdonánsi anyakönyvben vagy négyféleképpen szerepel a nevünk. Paraszt család volt, legalábbis ezt tudjuk róla. Édesanyám, Vágó Julianna, adományos hajdú családnak a tagja. Ők is parasztok voltak, és ők régebben itt éltek Nánáson, mint az apai ág. Hogyan teltek a gyermekévek, az iskoláskor? Kik voltak azok a tanító mesterek, akikre különös tisztelettel tetszik emlékezni, és akik talán egy kicsit meghatározó szerepet is játszottak az életében? A gyerekkoromat itthon éltem meg. Eléggé pajkos gyerek voltam, fejlett pajkos gyerek. Mindig benne voltam azokban a játékokban, amelyeket a környező gyerekek játszottak. Soha nem mondtam ki magam, annak ellenére, hogy én fiatalabb voltam, szívesen játszottam a nagyokkal. Néha-néha aztán történtek olyan dolgok, amire úgy nem szívesen emlékszek vissza, de megbocsájthatók. Egészen kicsin koromban, amikor már lehetett, akkor óvodába adtak be, úgyhogy az óvodából mentem iskolába, de nem rendes időben, hanem egy évvel hamarabb. Mivel túlságosan fejlett gyerek voltam, értelmileg is mondjuk ütöttem a dolgot, vagy a nívót, ezért édesapám még megbeszéltük az akkori igazgatóval, Mikó Józsi bácsival, hogy ha lehetséges, akkor vegyenek fel iskolába. És így 5 éves koromban én iskolába mentem. Tanítóim közül szinte mindegyikre a legnagyobb tisztelettel és szeretettel gondolok. Egy-kettőnek az nevét azért hagy említsem, akik ezek közül is kimagaslanak. Mikó Laci bácsit, aki 5-ben tanított, ő nem csak tanított, hanem nevelt is. De ugyanezt mondhatom el Bán Ernő bácsiról is, akihez szintén nagyon sok emlék fűz. Nem csak úgy, mint diák és tanító, hanem úgy is, mint kartás a kartáshoz. Gimnáziumban Hajdonánáson jártam, mégpedig 4 évet itt végeztem. Gimnáziumi tanár közül egy-kettőnek a nevét hagy említsem meg, akik szintén kiválóak voltak. Ilyen volt dr. Igmándi József, aki földrajzot tanított. Nem csak kiváló tudású ember volt, hanem jellemileg is karakter. Igaz, hogy bizonyos tekintetben voltak elítélendő dolgai, de ez már más lapra tartozik. Nagyon megmaradt bennem például Kovács Nagy Lajos bácsinak az arca és a tevékenysége. Ő testemmel is tanított olyan fokon, hogy mindenki által elismert volt. Úgy a diákok által, mint a kartársai által. Amikor tanítóképzőbe bekerültem, 4 gimnázium elvégzése után, a Debreceni Református Tanítóképzőnek lettem a növendéke. Az itteni tanárok közül is említhetek jó néhányat, akiknek a neve örökké megmarad bennem.
Ilyen például Somori Laci bácsi, aki Hajdonás lakosságban nagyon jól ismeri, későbben itt tanított, a felesége ide való volt nálás és hazajött. Ő testnevelést tanított, kiválóan. De említettem például a Hadas Balázs tanárodat, aki hajdonási származású volt, ő magyar tanított nekünk, megint olyan stílusban és olyan lelkesedéssel, amit csak nagyon ritkán kap meg diák a tanárjától. De megemlíthetem például még Szabó László tiszteletes urat, mit Tiszinek hívtuk, ez volt a beceneve vagy a ragadvány neve, mert valóban református pap volt, ő földrajzot tanított. Ő benne is nem csak a tudás iránti tisztelet és az átadásnak a lehetősége volt meg, hanem a diákoknak a tisztelete is. Tisztelt, becsült bennünket, ez viszont meg volt viszont is. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a gimnáziumi évekhez, hiszen utána, mint tetszett említeni, következett a Tanítóképző Intézet. Mi indította a végül is gazdálkodó család gyermekét arra, hogy a tanítói pályát válassza? Nos, amikor én erre a pályára rászántam magam, akkor több minden ösztökélt. Ösztökélt az, hogy kilépjek abból a formából, amiben odáig éltem, de ösztökélt az is, hogy mindig szerettem a gyermekeket. Társaimat is mindig szerettem. Vettem észre, hogy megvan viszont szeretet is, és ennek az alapján indultam el tulajdonképpen, hogy próbálkozom. És úgy vettem észre, hogy a próbálkozásom sikerre járt. És a szülők természetesen beleegyeztek? Természetesen a szülők beleegyeztek. Igen, a szülők beleegyeztek, és vállalták azt, hogy én, amikor háborús időkben jártam, mert 1942-től végeztem, 47-ig a tanítóképzőt. Vállalták azt, hogy minden reggel korán küldenek, hogy én a legelső vonattal Debrecenbe be tudjak utazni. És vállalták azt, hogy bizony nem egyszer-kétszer előfordul, hogy az esti vonat, amelyiknek 7 óra és 8 óra között be kellett volna érkezni Hajdonánásra, ez a vonat nem érkezett be, hanem volt, amikor 10-kor, 11-kor és 12-kor érkezett be. Vállalták, hogy még akkor is, hogyha szükséges volt, tehát felkelt édesanyám, vagy azt mondta, fiam, ide figyelj, ott van a meleg étel, és akkor egyél. A tanítóképzői évekről abban az időben is úgy tudom, hogy tandíjat kellett fizetni, tehát a tanítatás az pénzbe került. Igen. Minimális volt az minimális volt, úgyhogy részünkre az nem okozott problémát. Nem voltunk gazdag emberek, nem azért mondom ezt, de nem okozott problémát. Még egyszerűbb emberek sem érezték meg komolyan. Viszont ugye ott is komoly tanulmányi díjkedvezmény volt, és aki csak lehetett, az részesítette benne az egyház, a református egyház. Tehát akkor jó tanuló diákok. Persze, jó tanuló, vagy valamilyen téren kiemelkedő diákok, például kiváló sportoló volt az illető, vagy nagyon jó zenei érzéke volt, még hogyha nem volt nagyon jó tanuló, és akkor is kérdezni a református egyház segítette. Igen, tetszett említeni a zenei érzéket, úgy tudom, hogy énekarban is szerepelt Imre bácsi. Ez szintén valahol a szülői háztól indult ez a zene, ének szeretet? Nem, a szülői háztól ez nem indult. Édesanyámnak jó hallása volt, édesapámnak kevésbé jól. De a családban többen énekelgettek, amikor bekerültem olyan környezetbe, hogy bekerültem tanítóképzőbe, ott minden nap énekeltünk. Sőt, már a gimnáziumban is minden nap énekeltünk, mert akkor a hajdonási gimnáziumban volt egy olyan módszer, hogy mielőtt a tanítás kezdődött, azelőtt énekeltünk, bibliaolvasás volt, és akkor úgy kezdődött tulajdonképpen a nap. Úgy kezdődött a nap. De általános iskolában is, akiknek a nevét említettem, azok a tanító, azok is kiváló énekesek voltak, nagyon zenéjezek, úgyhogy ott is már mondjuk így, hogy plantálódott velem a... Igen. Tehát a tanítóképző elvégzése után visszakerült a szülővárosba. Melyik iskolában kezdett Imre bácsi? 1947-ben végeztem. Akkor nyáron volt a református egyháznál egy üresedés, és a presbitérium a 3 jelentkező közül engem választott meg kantor tanítójának. 1950-től az embert próbáló tanyai tanító életét élte közel 5 évig. Balázs telken kezdtem, ott voltam egy évet, aztán
lekerültem az úgynevezett alsó rétre, a beszélmi határba, az úgynevezett határdüllőbe. Ott is volt egy kis iskola, ennek lettem a vezető, és vezettem három esztendőn keresztül. Balázsgyárként ketten voltunk, alsó tagozat és felső tagozat bontással, itt ennél az iskolánál egyedül. Bizony a legelső idők nem voltak valami lélekvidítóak. Tudnélik, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályom volt. Későbben aztán, amikor elmondtam a bentieknek, hogy nehéz így komoly dolgot produkálni, arra határoztak, hogy a hetedikeseket és a nyolcadikosokat átirányítják magitelekre. Így nekem maradt az 1, 2, 3, 4, 5, 6 osztályom. Itt is két csoportba jöttek, az 1, 2, 3 jött egyszer, tehát korábban, a későbbiekben pedig jött a 6. 7. az 5. és a 6. osztály. 1954-ben megnősültem, és ezt tudta a városvezetősége is, és azt mondták, arra hívták fel a figyelmemet, hogy ez tényé válik, akkor bekerülök a városba. Igen, élete párja szintén... Igen, ő is pedagógus lett, ő a Nyírségből jött, én Hajdúság vagyok, ő a Nyírségből jött, még pedig Demecserből. Sitáborban ismerkedtünk meg, az ismerettségből aztán házasság lett. És 1954-nek a nyarán egybe keltünk. 1956 sok ember életében jelentett fordulatot, ilyen-olyan értelemben. Tulajdonképpen a Nánáson tevékenyen alig-alig vettek részt. Olyan, hogy fegyveres harc, ez ugye nem volt Nánáson, tehát tulajdonképpen ezt eleve ki kell zárni. Én magam nem csináltam többet, mint nagyon sok ember. Viszont a pedagógusok közül nem tudom, hogy miért két illető, aki pedig mind a kettő baráti körömhöz tartozott, hamis vádakat terjesztett felőlem, így erre alapozva kérdésképpen úgy határozott a Nánás vezetőség, illetve bent a megyén, hogy engem el kell Hajdonásról helyezni, és 1957-nek a nyarán kaptam egy papírt, hogy a feleségemmel együtt áthelyeztek bennünket Tiszacsegére. A hír bizonyos mértékig lepett meg, mert már azelőtt hallottam róla, hogy ilyen készül ellenem, de viszont másképpen nagyon meglepett. Nekem két idős szülőm volt idehaza, azoknak a magára hagyása, az bennem olyan kavart és olyan lelkifeszültséget jelentett, amit nem nagyon kívánok becsületes rendes embernek. Amikor megtudtam ezeket a dolgokat, aztán bizonyosan, akkor elindultam, hogy mit lehetne csinálni. És akkor a feleségem a második gyermekünkkel, Marával terhes volt, és így ennek az alapján őt elhelyezni nem lehetett. Így mentem én. Elmentem Tiszacsegéről, bejelentkeztem az igazgatórnál, aki hát mint kaltásat fogadott, csomagot is elszállítottam, az egy nevelőtestületi gyűlésen részt vettem, és úgy van, hogy ott kezdtem az évet, amikor jött egy komám Tiszavasváriból, Nagy Sándornak hívták, aki az ottani gépállomáson dolgozott, és tudomást szerzett arról, hogy Tiszavasváriban minden kiskolában, mert három iskolában, Tiszavasvárnak minden kiskolában nevelő hiány volt. De a legtöbb hiányok abban János általános iskolában legnagyobb. Ott 12 évet, mondjuk így, hogy húztam le, voltam ott, illetve tevékenykedtem, munkálkodtam. Bárki megkérdezi, mindig csak azt tudom mondani, hogy 12 év nagyon szép volt. Van egy szólásmondás, amelyik arról szól, hogy nem minden rossz válik az embernek hátalmára. Ez itt nagyon igaz volt. Én 1957-ben oda kerültem úgy, hogy Nánásról kiebrúdaltak, vagy pontosabban elhelyeztek Nánásra. Eltanácsoltak, igen, ez még jobb kifejezés. És ott a munkásságomra annyira felfigyeltek, hogy 1960-ban volt egy országos konferencia, napközis konferencia, ahol
Körülbelül 600-an voltunk az ország minden részéről. Szabolcs-Szatmár megyéből 8-an mentünk fel, azért mondom, hogy mentünk fel, mert a küldöttségünk én is egy tagja voltam. És itt nagyon meglepődtem, mert előtte ennek a dolognak egy miniszteriális látogatást kaptunk, ahol egy Gulácsi Né nevezetű nő megnézte azt a munkahelyet is, ahol én dolgozom, sőt ott is ebédelt, és másnap behívott az igazgató, és elmondta nekem, hogy Gulácsi Nénak a legjobb véleménye van rólad és a munkádról. És mit ad az ég, vagy mit ad a sors, vagy mit ad a szerencse? Ezzel önővel találkoztam ezen a konferencián, és mondta nekem, hogy ne lepődjek meg. Úgy határoztak minisztériumban, hogy engemet egy külföldi jutalomgyűlésben részesítenek. És így kerültem ki a keleti tenger partjára. 12 év után vissza a szülővárosba, az akkori 4-es számú általános iskolába. Napközis nevelőként sok-sok nebuló életében töltött be egyfajta családpótló szerepet. Különben, aki nem ismer a napközi munkát, az lehet, hogy nem nagyon értékel, viszont aki ismer a napközi munkát, vagy a napközis munkát, az azt hiszem igazat ad nekem abban, hogy az, ha valaki jól végzi, rengeteget tud tenni a gyermekért, főleg nevelési vonalon. A munka a család mellett mindig tevékenykedett valamilyen más területen is. Mivel a természet, a sport igen közel álltak hozzá, már Vasváriban elkezdett szervezni kiránduló utakat hazai és külföldi tájakra. Ezt folytatta Hajdunálláson is. Bejárták hazánk és Európa számtalan gyönyörű táját, városait, szereztek életre szóló barátságokat. Igen, én mindig nagyon szerettem a természetet és az ember által alkotott dolgokat. Mindegy, hogy mi volt, mindegy, hogy templom volt, kérem szépen, vagy egy szépen épített kastély, vagy nem tudom, egy gondozott parasztház. Én nekem mindig nagyon tetszettek. És amikor csak lehetett, akkor én elmentem és megnéztem. Az biztos, hogy erre mondjam így, hogy bolondériára, erre a túrázásra tulajdonképpen és országjárásra nagyon erős befolyást kaptam Somrai Laci bácsitól. Ő maga nagyon nagy ismerője volt az országnak. Nem csak úgy, hogy tudta, hogy mi hol van, hanem azt is tudta képzelni, hogy milyen stílus az az épület, azt is, mikor épült. És a kirándulásit úgy szervezte meg, akar gyerekeket vitt kirándulni, akar felnőtteket, hogy értékes dolgokat lássanak. Amellett, hogy szórakoznak. Na ő nekem határozottan mondhatom azt, hogy tanítómesterem volt. És örültem, hogy ilyen tanítómesterem volt. Na most, amikor aztán önállósultam, akkor próbáltam őt követni, majd aztán új, illetve más útakra térni, mint amit Laci bácsi is mondott. Iskolás gyerekekkel rengeteg kirándulást csinálunk, főleg Tiszavasváriba. Tiszavasváriba a Kaba János általános iskola, ahol én tanítottam, az egy nagy iskola, a járás legnagyobb iskolája, megyének is a nagy iskolai közé tartozott, és ehhez még ez a nagyiskolához hozzájárult, azt kérem szépen, hogy a gimnázium is tulajdonképpen az elején ott működött, abban az épületben. Nos, az igazgató, amikor észrevette azt, hogy elég jártas vagyok ezekben a dolgokban, akkor azt mondta, hogy ide figyelj, rád más társadalmi munka nem vár, téged másod nem osztunk be, nálásról átjász úgyis elég gond meg baj, hanem te lesz iskola kirándulás felelőse. Örömmel vállaltam. Úgyhogy ezeket a kirándulásokat én szervezgettem, természetesen a kartársaknak a besegítésével. Úgyhogy nem csak általános iskolás gyerekekkel mentünk kirándulni Tiszavasváriba, hanem diákokkal is. Emlékszem rá, hogy minden esztendőben diákokat és minden osztályt elvittünk valahova kirándulni. És ezek a kirándulások annyira benne maradtak ezekben a gyermekekben, hogy amikor volt ez az ünnepség most, ahol azt a díjat, ezt a Maklár díjat én kaptam, akkor itt szerepelt a Tiszavasvári énekkar. És amikor vége volt ennek a kis ünnepségnek, azt mondom a feleségemnek, hogy menjünk, nézzük meg az énekkart.
mert az énekarnak a vezetőjével, például Király Luli voltam az Adrián, Gebrióskával, és mondom, hadd nézzem meg a kirándulók közül, nincsen valaki, mint tag benne az énekkarban. Oda megyek, rögtön jön az egyik, illetve azt mondom, nem tetszik megismerni, ugye Imre bácsi. Köszöntöm Imre bácsi, nem tetszik, mondom, nem. Mondja azt, hogy kicsoda vagyok. Jön a másik, jön egyik másik, úgyhogy öten voltak azok közül, akik eljárgattunk kirándulni. Nem csak azt emlegették, hogy milyen munka folyt a napköz otthonban, hanem az, hogy azok a kirándulások mennyire még ma is élik számukra, és emlékezetesek számukra. Tehát akkor tulajdonképpen Tiszavasváriban kezdődött. Tiszavasvári, igen, a dömping ott volt. Hát azelőtt Tanyesi nevelő, bármint Tanyesi nevelő is csináltam kirándulást egyszer Tokajba. Úgyhogy akkor az összes tanyasi iskolákból volt kérem szépen összeszedve gyerekhad, és úgy mentünk el, azt hiszem, hogy 70-en mentünk el Tokajba kirándulni. Tehát már, mint tanyasi nevelő is csináltam kirándulást. De a zöm tulajdonképpen Tiszavasváron. Na most akkor, amikor ugye én belekóstoltam a külföldbe, mert 1960-ban kikerültem a Keleti-tengernek a partjára, attól kezdve én rendszeresen minden esztendőben csináltam egy-egy kirándulást. A kezdetén úgy, hogy az ibusszal, tehát csak begyűjtöttem a tagokat, és az ibusznak a keretében elmentünk kirándulásra. Későbben pedig magam szerveztem ezeket a kirándulásokat úgy, hogy én is vezettem. Na, itt az... Néhány érdekes dolgot igen, ezekről a kirándulásokról kellett mondani. Hát, legelőször is az, hogy nagyon vigyáztam arra, hogy az országot ismerjék meg a gyerekek is, meg a felnőttek is. Amennyire lehetett, kérem szépen, én az országot bejárattam a gyerekekkel, meg a felnőttekkel is. Hadd mondjak el egy-két dolgot. Ott van egy kép, Füzérnek a képe. Füzérnek a képe. Maga a vár, IV. Bélának az idejében épült, amikor a 5. István a fiával volt a testvérharc. Nagyjából abban az idejében épült, amikor a Sárospataki vörös torony. Füzérnek a vára, nem csak legszebb és legvadrényésebb váromja Csonka hazánknak, hanem még valamit hagy mondjak el róla. Sokan úgy emlegetik, hogy a leghűségesebb város. Füzért úgy kellene emlegetni, hogy a leghűségesebb falu. Tűnik elég kevesen tudják, legalábbis én így tudom, hogy kevesen tudják, de állítólag jól tudom, hogy ez a falu szintén népszavazással maradt Magyarországnál, vagy Magyarország mellett, vagy Magyarország területében. Tudnélik, a trianoni békeszerződés értelmében ezt Szlovákiához, vagy Csehszlovákiához csatolták, ellenben volt egy magyar tábornok, úgy hívták, hogy Táncos Gábor, ez odament Füzér is, egyszerűen meggyőzte Füzérnek a lakosságát, hogy maradjanak Magyarországgal. És képzében ez a kis közösség, ez a kis község képzében így maradt. És mit ad az élet? Táncos Gábort akkor, amikor a kommunizmus szorítóba fogta ezeket az embereket, akkor Táncos Gábort Hajdúdorogra internálták. A szomszédba. És mivel tisztasághoz, meg fürdőhöz szokott ember, mivel Hajdúnánáson volt egy fürdő, a mostani Kabai gyógyszertától egyel feljebb, egyel északra, most el van mondva az épület, üres helyiség, vagy üres plac van ott, na ott állt a városi fürdő. Ide indult el Táncos Gábor altábornagy Mutyiba, rendőrség tudta nélkül fürödni. És hogy milyen a sors, kérem szépen, hogy a meleg víz, vagy minek a hatása. Táncos Gábor altábornagy itt fejezte be az életét. Hajdúnáson a fürdőben, egy fürdőkádban. Akire tulajdonképpen Füzért, meg a legszebb magyar váromat köszönhetjük. Egy kedves emlék még hagy hangozzon itt el Füzérrel kapcsolatban. Legalábbis számomra nagyon kedves. Tábort akartunk csinálni Füzéren Somorra Laci bácsinak a vezetésével. Lett is belőle valami. Na, amikor ennek a táborhelynek az előkészítéséhez mentünk, hogy megnézzük a dolgokat, megbeszéljük az ottani tanítóval. Kedves nyár elejé nap volt, mentünk fel a falunak a főutcáján, a templom, illetve a vár felé.
Egyszer halljuk, hogy utána kiabáltanak, álljanak meg ma, álljanak meg ma. Laci bácsi, megálltunk, felé fordultunk annak az öreg bácsinak. Azt mondja, hogy jó napot, jó napot. Maguk nem nánásiak? Soha életemben én még fűzére nem voltam. Laci bácsi se volt azelőtt régen. De mondom, azok vagyunk. Hát maga honnan tudja ezt? Azt mondja, én is nánási vagyok. Rám urat azt mondja, hogy maga nem Drávicki Imre bátyámnak a fia? Mondom, a vagyok. Hát mondom, honnan tudja? Hát nánási vagyok. Hát hogy hívják bátyámat? Azt mondja, ültetik Drávicki Imrének. Hát rögtön aztán, hogy igen, igen. Előkerült. Nem csak névrokon, nem csak névrokon, valamikor ugye ez a család egy volt. Mert ugye elágazott erre és arra és amarra is. Ennek a fia Nánáson egy híres kertész volt. Az unokája pedig Drávicki Imre, Fejér Imrének volt osztálytársa a képviselő úrnak, az a gyöngyösi főiskolának a tanára, egyik tanára. Na, fűzéről ennyit. Ezek voltak a hazai emlékek, és akkor a külföldi kirándulásokról egy nagyon érdekes hát emléket, a külföldi kirándulásokról, nem tudom, hogy hol kezdjem meg mivel kezdjem tudni. Egy nagyon érdekes. Annyi minden van bennem. Hát egy érdekeset hagy mondjak el. 1960-ban már mondtam az elébb, hogy kaptam egy jutalomgyűlés a tengerpartra. Repülővel mentünk ki Berlinig. Berlinből autóbuszra ültünk, és ki a tengerpartra. Külünszpontban volt az üdülünk. Ez Rostoktól van nyugatra, közvetlen tengerpartján, egy nagyon kedves kis üdülőhely. Na és másnap este az egész társaságot vacsor után arra invitálták, hogy ne menjen el senki, diafilmek a segítségével bemutatják a környéket. Valóban így is lett. Jobbnál jobb felvételeket tettek, kérem szépen, és bemutatták nekünk a környéket, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, meg hol járunk. Amikor vége volt ennek a kedvességnek, utána szétszélett a társaság, és ott volt egy zongora, én leültem mellé, és elkezdtem pötyögtetni. De zárójában hagyd tegyem hozzá az, hogy ennek a kis üdülőnek, ahol mi voltunk, olyan étterme volt, hogy bárki bemehetett, kérem szépen, és íhatott ezt is, azt is, azt is. Ahogy pötyögtetem a zongorát, A tükrében megláttam, hogy két alak megáll mögöttem. Egy magasabb, meg egy alacsonyabb. Tovább pötyögtetem, és azt kér az illető németül tőlem, hogy mit játszom. Hát valamennyit tudtam németül, most már jobban tudok, mint akkor. Aztán mondtam neki németül, hogy ez egy magyar dal. És akkor megszólal az illető magyarul, hogy maga magyar, mondom neki, hogy igen. És mondom, maga? Azt mondja, én is. Hát mondom, hát nem a mi csoportunk van, hát mit keres itt? Nem a mi csoportunkkal van itt. Azt mondja, nem a mi csoport, vagy nem az önök csoportjával vagyok itt, de én is magyar vagyok. És akkor elkezdte sorolni az életét. És kisült, hogy egy Tolna megyei kis falucskából, Kisvejkéről internálták őket, illetve deportálták ki. A második világháború után, igen, kitelepítés során. Kitelepítették őket ide, figyelni. Ők már nem jutottak el Nyugat-Németországba, csak Kelet-Németországba, Grimma környékére telepítették őket. A nagyapát, a nagymamát, az édesapát, és az édesanyja kezdetben még nem volt velük, mert ő meg orosz hadifogságban volt. Márenki robot, orosz hadifogság. Úgyhogy az édesanyja később ment ki már egyenesen oda hozzájuk. Ő akkor 9 éves volt. És mondom, még ilyen jól beszél magyarul? Azt mondja, igen, ilyen jól beszélek magyarul. A másik, a kisebbik, az eredeti német volt, kérem szépen, német feleséggel, és kérdezem aztán, hogy hát mit keresnek itt. És mondják, kérem szépen, hogy Nászúton vannak, fiatal házasok, akkor azt bemutatkoztunk. A magyar származásút Franz Maratnak, tehát Marat Ferencnek hívják, a másikat, a kisebbiket, az pedig Klaus Mantreufelnek. Az egyik Grimma mellett él egy pici kis településen, ahol 700 egy néhány ember van, vagy annyi lakja, Marat Ferenc. A másik Eilenburgban, egy körülbelül ilyesmi nagyságú városban, Lipcse mellett, Lipcsétől 20 km vagy 18-ra, mint Hajdú Nánás. A barátság akkor kezdődött, és a barátság még ma is tart. Igen. Hagyd mondjak el még valamit.
Ezt a családot jó néhányszor nem meglátogattuk, vagy úgy látogattuk meg, amikor csoportot vezettem Németországba, hogy megkértem Felit arra, hogy a környéken csináljál a csoport részére helyet, hogy meg tudjunk állni. Megcsinálta Lipcsében is, megcsinálta Mutchenben is, és vagy úgy, hogy mi kimentünk hozzájuk, vagy úgy, hogy ők jöttek. Na, egy ilyen alkalommal történt a következő dolog. A csoportunk Mutchenben állt. Mutchen, Kanevic tőletől, Kisfalucskától, mond 10 kilométerre lévő. Ott volt egy ilyen ifjúsági tábor, kényszerűen ott állt a csoportunk. De előtte, kérdezőben, kanevici sörgyárkóstolást csináltunk. Rossz mondom, sörgyárkóstolást. Sört kóstoltunk a gyárban. Tudnélik, ennek a Kisfalucskának egy kiváló minőséget gyártó sörgyára van, volt, és reméljük, hogy lesz is. A német sörök azok legendásan. Ezek annyira jól készítik a sört, hogy betegedett a Lipcseivel, nem mennyiségben, hanem minőségben. És én írtam Ferének, hogy ide figyelje, milyen ott a sörgyárnak az igazgatója, megfizetnénk a sört, nem lehetne egy látogatást megcsinálni. És akkor kapom Feritől a levelet, hogy kamam, el van rendezve minden, nem kerül semmibe, gyertek is vendégül, látunk benneteket. És úgy képzeljük el, hogy beállítunk 44-en, picit késtünk, mert Prágában eltévedtünk. Prágában ott bajultunk, legalább egy óraszat, még aztán ki tudtunk menni Prágából. De nem csak mi, hanem más is járt már így. Na, elég az hozzá, hogy megérkeztünk, meg volt a sörgyári látogatás, óriási hangulat, mindenki annyira van, mennyit kellett. És hát a díjat, amit tulajdonképpen nekünk fizetni kellett volna, le tudtuk képzében ajándékba. Vittünk nekik, Tokaj volt, még vittünk magyar pályát, még ezt ott meg az, amit tudtunk. Annyira kedvesek voltak ezek a sörgyáriak, hogy még amikor a csoport ment be Lipcsébe, mert akkor már Mutchenbe álltunk, és akkor mentünk be majd később Lipcsébe, akkor betettek az autóbuszba még vagy 3 vagy 4 láda sört, azzal, hogy na majd hónapra jó lesz. A fenét. Mert 40 kilométerben menni, egy években sem maradt semmi. A sofőrnek adtak, minden sofőrnek 3-3 éveket, amit mindent megittek. Nagyon jó hangulat volt. Na, mi elmentünk a komámékhoz, ott álltunk. Sose fogom elfelejteni, mi akkor történt. Akkor már Borbála nagymama, már akkor eltemették az apát, eltemették a nagyapát, Borbála nagyon még élt. És amikor jöttünk elfele, megcirókált az arcomat, és azt mondta, hogy Imruskám, üdvözlök mindenkit. És amikor elengedett, akkor azt mondta, hogy üdvözlöm az egész Magyarországot. És Zsuzsa, ide figyeljen. Egy olyan megtört nő, akit elüldöztek Magyarországról, akit a családjával együtt a szószoros értelmében feneken rúgtak egy 30 kilós csomaggal. Ezt kérem szépen, halál előtt, mert nem sokkal utána meghalt, azt mondta tiszta szívvel, hogy Imruskám, üdvözlöm az egész Magyarországot. Ez is haza szeretet. Egy csoporttal voltam, mint Gyulafehérváron. Meg akartuk nézni, meg is néztük azt a templomot, amelyik a történelmi Magyarország egyik legszebb temploma. Ebben a templomban nagyon sok magyar nagyság van eltemetve. Itt volt eltemetve, azért mondom, hogy volt, mert kirabolták a sírját, Hunyadi János is. Na most, amikor a csoport várt, és én bementem a parókiára, hogy megkeresem a tisztelendő atyát, aki majd bekalózol bennünket, meg kinyitja nekünk az ajtót, akkor a következő történt meg. Ezt azért mondom így el, mert az is érdekes volt, és van neki nánási vonatkozása is. Tudnélik. Mikor bementem, látok egy nagyon aranyos, kedves, arcú, csupajóságos tekintetű papot, reverendába. Köszönöm, jó napot kívánok. Jó napot. Tetszik magyarul beszélni? Azt mondja, én csak magyarul szeretek beszélni. Azt mondom aztán neki, hogy mondom, egy csoporttal vagyunk itt Magyarországról, szeretnék megnézni a templomot. Azt mondom, honnan jött a csoport? Mondom, a csoport hajdúböszörményi, de én mondom, magam hajdúnánási vagyok. Felfigyelte erre a szóra, hogy hajdúnánási? Azt mondja, hogy hajdúnánási? Mondom, igen. Mondom, hogy ismerős vagy? Azt mondja, hogy ne.
gyermekkoromnak, jobban ifjúságomnak egy részét ott töltöttem el. Volt egy család Nánáson, egy tanító család, a Bank család. Sok gyermek volt, mondom, megtetszik engedni, javítok. Nem bankék voltak, hanem csak bánék voltak. Na jó, azt mondja. Azt mondja, nagyon jól ismertem őket, mi mellettük éltünk. És mondom, hogy? Azt mondja, elüldöztek bennünket, kérdezik, mi menekültek voltunk ott. Itt jön az érdekesség. Na de azt mondja, menjünk, tessenek megnézni az értékeket. Különben azt mondja, hajdonáshoz nagyon sok kedves emlék tartozik lelkemben. Amikor vége volt a látogatásnak, mindig szoktunk ajándékot adni azoknak, akik itt külföldi kirándulások alkalmával bennünket segítenek. Vagy egy paklit cigarettát, vagy egy darab szopont, vagy ezt, vagy azt, vagy egy bort. Az öregnek azt mondom, hogy tisztelendő atyám, engedje meg, hogy a csoport nevében kis apróságot átadjak. Mondom, ez egy üvegtokai bor. Mondom, ebben a nejlozacskóban pedig szappan van. Mondom, tudom magunknál, nehéz hozzájutni a dolgokhoz. És mondom, engedje meg, hogy kedvesség és szolgálatáért megöleljen. Azt mondja, nekem ez a csupa szív ember. Azt mondja, hogy nagyon szépen köszönöm, az utóbbit azonban ne tegyem. Mondom, miért? Megsérettem valamivel? Azt mondja, meg akarom tisztelni, akkor azt mondja, hogy csókolj meg a gyűrűjét. Hát mondom, hogy ez a gyűrű? Én protestáns vagyok, én nem szoktam csókolgatni gyűrűket. Azt mondja, a pápa őszentsége adta nekem személyesen, mert én Erdélynek a püspöke vagyok. Megállt bennünk az ütő, bennem különösen. És én, a vastagnyakú kálvinista, ráhajoltam Erdély püspökének a kezére, és megcsókoltam azt a gyűrűt, amelyet a pápa őszentségétől kapott. 1985-ben szinte a véletlen folytán vette kezdetét egy olyan tevékenysége, melynek gyümölcse az a 13 dolgozat, amelyek Hajdon Ánás néprajzának, művelődés történetének felbecsülhetetlen dokumentumai. Én talán ott kezdeném az egészet, hogy az a környezet mindenkinek meghatározó, amiben felnő. Egy iparos gyereknek meghatározó kérdésében, hogy ha az édesapja kerékgyártó volt, én hiszem, hogy valamit abból a szakmából kérdésében akartatok, el se ejtődött. Ha paraszt volt kérdésében, ha nem tudom, értelmiségi volt. Én paraszti környezetben nőttem fel. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életben, akikben rengeteg minden volt. Rengeteg minden volt. Már itt gondolok kérdésében a lelki életet. Értett a parassághoz, de amikor az emberek hozzáfogott magyarázni dolgokat, akkor nagyon sokszor megálltam, és úgy hallgattam, mint nagyon komoly tanítómestert. Vagy amikor elkezdtek beszélni a régi dolgokról. Tehát régi históriákat hoztak elő, igazakat. Háborús történeteket, katonai történeteket. Én ezekre mindig nagyon felfigyeltem, úgyhogy bennem volt mindig, azonban a kiváltást az okozta, vagy akkor jelentkezett a kiváltás, amikor egyszer megkeresett engemet 13 évvel ezelőtt, Zsugolyani komám, azzal, hogy ide figyeljél csak te, a Néprajzi Múzeum hirdetett egy pályázatot, én részt akarok rajta venni, sok minden gyűjtésem van, ez is, az is, meg amaz is, nem érnál hozzá egy ilyen bevezetést. Hát mondom neki, hogy mégis mérjük, hogy miért, lehet azt mondani, erre, nem mondja, hogy elvállalom. A bevezetésből 20, azt hiszem 26 vagy 27 oldal lett. Kicsit hosszúra sikeredett. Igen. Viszont ez azt is jelentette, hogy Zsugolyánosnak a dolgozata, kérem szépen, mert a maga nevvel adatta be, kérem szépen, országos első díjas lett. Na most elmentem hozzá, mondom, komám, ide figyelj, ez közös munka volt. És hát azt mondom, komám, ide figyelj, ez már így sikerült, mondom, ide figyelj. Én nekem abból a pénzből, amit te kaptam, mert azt hiszem 2000 forintot kapott érte akkor a dolgozatért, ilyen jutalmat. Én nem kérek el egy fillért se. Viszont írok fel Pestre, hogy nézzék meg, hogy ez az rész, meg ez a rész kérem szépen az enyém. Inkább elküldöm nekik azt a példát, ami nekem megmaradt a másodpéldán, tudja igazolni kérem szépen, hogy ezt valóban én írtam. Ne haragudj meg érte, ezt megteszem, és így valóban felkerült Pestre ez az anyag, és ott is elismerték, hogy ez közös munka,
Így az első díjat megosztva adták ki. Tehát Zsuga János és Dravicz Imre kapta tulajdonképpen a díjat. Igen. Most innen indult. Azután aztán úgy bátorkodtam magam is, mondom, hát hogyha Jani meg tudta csinálni, vagy közösen meg tudtuk csinálni, akkor próbálok én is. És aztán lassan takarosan hozzáfogtam ahhoz a sorozathoz, amelyikről maga is az elég már beszélt, és valóban nem dicsekedni akarok vele, bárki csinálta volna, a legnagyobb elismerés ellenék iránta, tudnélik, ezek a dolgok, akar az egyik, akar a másik, akar a harmadik, akar az egyik téma, akar a másik, akar a harmadik téma, nagyon-nagyon hozzátartozik Nánás történelméhez, és nagyon-nagyon kiegészíti azt. Hát igen, hozzátartozik, kiegészíti, illetve majd egy következő várostörténet megírásához elengedhetetlenül szükséges, hiszen azért ezek a témák, határvárosrésznevek, aztán tanyai dolgok, életapusztán, keresztény és zsidó halottas szokások. Ennek a dolgozatnak a kapcsán például egész nemzetközi levelezésbe kellett kezdeni, ha jól tudom. Igen. Magyarra nem volt baj, a zsidóval igen. Már nem azért, mert zsidó, hanem azért, mert nem volt kitől kérdezni. Debrecenbe bementem, és ott beszéltem régi zsidókkal, bocsánat, nem régi zsidókkal, hanem idősebb zsidókkal. Hát több mindent elmondtak nekem, de nem volt elég ahhoz, hogy én nagyon alapos munkát csináljak. Hajdonáson nem volt kitől kérni. Tudjuk, Hajdonáson pillanatilag is zsidó nincs. Igazán zsidó nincs. Kovács Feri bácsi van, akit körülmetéltek, viszont ő kereszténynek született, későbben a felesége révén, mikor bekerült a családba, kérdésben attól kezdve, mondjuk így, hogy zsidó. Tehát nem volt kitől kérdezni. Tehát feltétlenül hozzá kellett olyanokhoz fordulni, oda kellett olyanokhoz menni, vagy írással, vagy személyesen is, akik ezekről a dolgokról tudtak. És így kerültem összeköttetésbe ismerettség révén, kérdésben. Izraelben, a Weiss családdal, meg a Krausz családdal, és így leveleztem például Schwarz Ernővel, kérdezőben, aki Kanadában élt és él. Ők segítettek abban, hogy én ezt a dolgozatot meg tudjam csinálni. Hogy mondjuk egy érdekességet. A zsidóknak van egy halottas szokás, jobban van egy szokásrendjük, amelyeknek egy része a halottas szokások. Mit kell csinálni, hogy kell csinálni, stb. Na most, két, legalábbis nekem így mondták az ismerős zsidók, hogy két példány van Magyarországon magyarul ebből. És az egyiket megkerítették, és én Izraelből kaptam kérdésével ebből a rám vonatkozó, a nekem szükséges fénymásolatot. Tulajdonképpen ez volt a döntő abban, hogy én meg tudjam írni a zsidó halottas szokásokat, és tudjak írni a zsidó temetőről. Még a temetőnek a dolga ment is volna, mert ugye az itt van. Elég jó állapotban is, ezzel elég kezelt állapotban. Viszont a halottas szokásokról ugye nem nagyon tudtunk. Viszont ezzel nagyon kiegészült. Igen, ezzel nagyon kiegészült az anyag. Úgyhogy ez országos viszonylatban is országos első díjas lett, sőt, kiemelt első díjra lett javasolva, és azt írta Tomisa Ilona, múltkor érdekes volt, éppen láttam a televízióban, mondom is a feleségemnek, hogy már van itt engem bíráló. Igen, és azt írta benne, hogy nagyon komoly hézakpótló a dolgozatom. Valóban, bár az, hogy Hajdonánáson miért nincs már egy zsidó sem, ez egy másik beszélgetést is. A másik, mondom, igen. Hogy miért nincsenek. De mindezek mellett készült gyűjtőmunka a hajdonánási ragadványnevekről, aztán az első és második világháborúban részt vett hajdonánási katonákkal beszélgetés, adatgyűjtés, ez is egy óriási munka a legelőbirtokosságról, a Hunyadi olvasókörről. Ez szintén azt hiszem, hogy valamilyen módon kapcsolódik például a családhoz és a Hunyadi olvasókörről írt dolgozat. Igen, mert már akkor Nánáson jó néhány ilyen olvasókör volt,
amikor a környékbeli lakosok úgy határoztak, hogy ők is csinálnak itt egy kört, alkotnak egy kört, vagy szerveznek egy kört. És ez a gondolat megszületett 1913-ban, mégpedig azzal, hogy bérelnek egy lakást, ahol tulajdonképpen az emberek majd összegyűlnek és élik a maguk életét. Ez meg is történt, és az első adandó alkalom, amikor összegyűltek, ahol az én apámat választották meg elnöknek, utána mindjárt kitöltött világháború, így édesapámat elvitték, a kör, hát majdnem, hogy szinte megszűnt, tehát nagyon erősen vegetált, úgyhogy éppen, hogy éldigélt. Amikor hazajöttek a katonák és vége lett az első világháborúnak, akkor édesapám tovább is megválasztották elnöknek, és amíg fel nem rúgták ezt az állapotot 1948-ig, addig édesapám ennek a körnek mindig elnöke volt. Nagyon kedves azoknak az embereknek a visszaemlékezése, akiket még akkor kérdeztem meg, amikor ezt a dolgozatot írtam, még akkor 21 néhányan éltek a volt tagok közül. Idősebbek és fiatalabbak, és ma már nagyon kopik a számuk. Ma már talán fele, ha még van. De azok mind azt mondták, hogy ide figyelj, ha még egyszer olyan lehetőség lenne, tehát még egyszer az a hunyadi kör megteremtődne, biztos, hogy bemennék a tagok közé. Mert az az idő, amit együtt töltöttünk ott, az számomra, mondta az egyes szám első, vagy számunkra az mindig nagyon-nagyon kellemes és nagyon-nagyon maradandó élményeket, vagy emléket jelentett és élményt. Értékmentő munkásságának elismeréseképpen 1996. december 12-én a Városnapján elsőként kapta meg a város kitüntető díjai közül a maklári emléklapot. Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa. Tanítsd őket, csillagos éjszaka, tanítsd melenges te is, drága nap. Csempész zsebükbe titkos aranyad, s ti mind élő és halott anyagok. Tanítsátok őket felhők, sasok, vadvillámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld, igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek. A sors, a mindenható nem volt kegyes Drávicz Kémre és családjához. 1985 nyarán, amikor első sikerét ért el gyűjtőpályázatán, fiát örökre magába fogadta a szülővárosa földje. Üdvözlöm, bácsa! Nagyon jó egészséget és további nagyon jó gyűjtőmunkát és eredményes gyűjtőmunkát kívánunk, és mi nagyon sok évig ilyen köztünk, én ezt kívánom, és akkor végezetül meghallgatjuk a... Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, én is azt kívánom, hogy maguknak is legyen mindig erejük ahhoz, meg akaratuk, hogy amennyire tudják, ennek a városnak az értékeit mentsék. Én azt szoktam mondani, hogy egy nagy nép is belerokkan a tékozlásba, egy kicsi pedig belepusztul. Mentsük, amit lehet.